A kiváló képességekkel megáldott felvidéki építész Lőcsén született. Gyermekéveit Gölnicbányán töltötte, de ifjúkora óta Kassán él. Saját bevallása szerint szüleinek féltő szeretete, a családi tűzhely melege végigkísérte, védte eddigi pályafutása során. Az általa tervezett épületek természetközeliek. Szinte beleolvadnak a környezetükbe, akár csak maga a szülőváros, amelyet madártávlatból is szemügyre vehetünk. Lőcsét úgy fogom föl, hogy az talán egy ilyen szép véletlen, hogy ott születtem, de nagyon szeretem azt a várost, gyönyörű város, tele műemlékkel. Bátran vallom azt, hogy lőcsei születésű vagyok, de hogyha valaki megkérdezi, hogy honnét származok, mindenkinek azt mondom, hogy gölnicbányai vagyok. Milyen volt Gölnicbánya az 50-es, 60-as években? Az ember úgy könyveli el Gölnicbányát, hogy ez a boldog gyerekkoromnak a színhelye. Otthon magyarul beszéltünk, én tulajdonképpen 5 éves koromban az óvodában tanultam meg szlovákul, és azóta az már tulajdonképpen csak szlovák iskolákba jártam. Pásztoránka vagyok. Beszélhetünk magyarul? Igen. Óriási. Hát én magát ismerem, 25 évvel ezelőtt láttam magukat a színházban. Oh. És tudja, mi volt az első gondolatom? Péternek ez a házasság, ez egy szerelmi házasság. De most maga válaszoljon a kérdésemre, így volt? Így van. Szerelmi a legjobb házasság. A legjobb férfi a világon, a legjobb építész. Óriási. No, és még mondjál valami szépet, de ne hazudjál nagyokat. Amikor visszajöttem Makovec Imre irodájából, közben megtörtént ez a rendszerváltás. A Szlovák Építőszövetség első nagygyűlésén megválasztottak a Szlovák Építőszövetségnek alelnökévé. Engemet úgy vettek, mint egy ilyen kis Makovecet. Kaptam egy ilyen gyönyörű elbocsátó oklevelet is, hogy mostan a szerves építészetnek a gondolatait próbáljam itten Szlovákia területén is elhinteni. Kassán a KVP lakótelepen található egy nem szokványos látványt nyújtó római katolikus templom. Ehhez is meglehetősen sok közöd volt annak idején, amikor terveztétek. Igen, ez egy ilyen kollektív mű, az Isteni Irgalom temploma. Drauszki, Simko, Neufeld, Rozman, Friedmannal közösen terveztem. Tulajdonképpen csak 2012-ben volt átadva. Építészek körében ez egy ilyen bevett szokás, hogy meglátogatják a kollégák egymást a műveik helyszínén? Hát természetes. Hát fotókat is láttam róla, hiszen ugye Péterrel közös kiállításaink is voltak, és ezeken már mindegyiken szerepelt. Ez is alátámasztja azt az alapigazságot, hogy az építészetet nem lehet képdimenzióba érzékelni, ehhez kell a tér. A magyar kormány által támogatott Borsi-Rákóczi kastély felújításának első üteme 2019 tavaszán befejeződött. A munkák menetét is felügyelő kassai építész eddigi élete legnagyobb kihívásának tekinti a 2021-ig húzódó beruházás tervezését és levezénylését. Esetleg képletesen mondhatod azt, hogy szerettél volna az eddigi életedben jó edénye lenni az Úrnak? Szerettem volna, nem biztos, hogy sikerült. Én úgy érzem, hogy ha nem lenne a Jóisten mögöttünk, akkor nem tudunk semmit se csinálni. Ott áll mögöttünk, minden nap, minden órában, minden pillanatban.